Óraját jár mindenkinek. Szeptember 26-án hétfő reggel. Kicsit szeles és ilyen hol esik, hol nem esik idő van reggel az eső. Bár most már felszakadozott a felhőzet. Úgyhogy hát nem tudom, mit kell még itt csinálni, talán vasarat leadogatni, zsalukat, ilyesmi. Gépet már kivettem pénteken, kis gépet. Most itten thank you.
jobb lesz. Talán így jobb lesz. Mai reggelim. Nagyon szeretem ezt az új kumplit. Ez ott van a Petrosemes új kumpla szokásos reggeli. Hát ő pulyka. Ez pulyka. Na, a kis talp az eső elállt. Eső elállt. Kis szél van. Nem olyan vészes. Hát az a cigaretta.
Better.
Ennyi a munkám. Kérem szépen, ennyi. Ennyi a munkám. Néha kell ilyen is. Nem lehet mindig reggeltől estig dolgozni. Néha ilyen is kell. Mindenkinek. Hát valahol a világ végén vagyok, azt mondja, szeptember 29-e csütörtök van. Valahol a világ végén vagyok Buckinghamben. Igen. Igen, mutatom is, vagy mondom, hogy hol. Nagyon a világ vége. Winslow. Valahol Winslow környéke, Buckingham környéke. Igen, Buckingham környékén, Winslow mellett valahol, Steeply Claydon és Winslow között egy vadonatúj, hát 170 üzemóra van benne, egy Caterpillarban. Soha nem dolgoztam, mert Caterpillar viszonylag ritkán dolgoztam. Most hát nem sokáig leszek, mert általában 5 tonnásra kell átülni. De addig be kellett ebben ülni ebbe a 20-valahány tonnás Caterpillarba. Ez a vadonatúj fejlesztés, a legújabb Caterpillar, látszik a műszerfalán, meg úgy mindenhol, hogy start, stop gomb, meg úgy minden, nagyon design. Nagyon design. 3.36-os, 36 tonnás. 36 tonnás. Hát... Jack a szivagyújtómában már nincs áram, nem tudom megmenteni a kajámat. Rohadjon meg. Padolatúj Caterpillar. Mi van már? Mi a faszomat? Már megint valamit, már hol elindul, hol nem indul el. Ez az új technika, ez egy tök szar technika. Most például nem akar dolgozni valamiért, de kiírt egy ilyen sárga lámpa megjelent, valami kalibrál, valami súlyt, vagy mi a faszomat. Leállítjuk, azt újraindítjuk. Megpróbáljuk. Hát ez sem lett, most sem lett jó. De most dolgozik. Jó van. Ez az új technika, ez a sírva tesz.
ez a minden le van szabályozva, minden le van korlátozva, minden tiltás mindig tilt. Nem dolgozol vele 5 percet, már reklamál, hogy miért nem dolgozol 5 percet, állítsd le a gépet, ne járjon alapjáraton, vagy leállítja magától. Ezek az új technikák, ezek, hát igen, megkérdőjelezhető a hasznosságuk, az a helyzet. Én értem, hogy van benne dőlésszögmérő, például itt, meg mindent mutat, mondjuk egy időóra azért nem álltott volna rá, mert még az sincsen rajta, időóra. Mutatja, hogy mennyire fordulsz ki a kanál a lánctag síkjából. Mutat mindent. Csak nem biztos, hogy nagyon hasznos. Ez a sok minden. Igen. Dőlésszögeket mutat, minden. Tolató kamera, oldalsó kamera. Mutatja, hogy melyik ez a hátsó, az oldalsó. Hozzányúltam, már el is állt. El is. Na, lehet itten pötyörészni vele. Oldalsó kamera, előző kamera, első kamera, hátsó kamera. Na, most hogy állítsam vissza? Ja, itt mutatja. Jól van. Itt mutatja. Aha. Ajjaj. Nem lehet ezt ott vissza. Na. Na. Mindent lehet itt, 3 tekerőgomb. Mindig mindenne tele van. Hova? Na. Hát ez az új technika, ez ilyen. Most kíváncsi vagyok, mert a kanálnak a... Hát de bonyolult ennek a kanálcserélője is. Na. A kanálcserélés egy egyszerű történet, az egyszer biztos. Hogy az anyjába verje bele a faszát. És
és akkor figyelj, beszél, mond valamit. Ez a tanácserélő itt. Ez. Öreg vagyok én már ezeket az új szarságokhoz, kérjen szépen. Öreg vagyok én már ehhez. Jó, most megtanultam GPS-szel dolgozni, de hát jönnek ezek az új gépek tele mindenféle újdonsággal, ilyen fejlesztés, olyan fejlesztés. Nem egyszerű történet. Bazd meg! Bazd meg! Milyen helyzet? Ezt a bonyolult gép, szargépet te! Na, nem bonyolult az, csak a szarhoz vagy szokva. Te! Te! Ennek a tanácsserélője is valami istentelen. Milyen? A tanácsserélője. A melyik az a mét van rajta? Az a mét, az. Az teljesen jó, egy gombot nyomsz. A baloldali első gombot nyomod folyamatosan kétszer, utána megvárod még kinyit. Nem olyan, mint a sima kanálcserélő, hogy igen. Itt pozícióba kell állítanod a kanalat, mármint hogy a gémet, teljesen lenyomod, behúzod a kanalat, meg kell várnod, mit tudom én, 4-5 másodpercet, mikor megy a kis vonal, utána tudod lerepni, mert utána, hogyha nem úgy csinálod, akkor a klikhitnek a felső csapja nem nyit ki. Az egy kurva jó gép, hallod? Minden benne van. Abban nagy érintek kérdelmébe, ott minden benne van. A slow restricted, high restricted, CPS, minden benne van. Az egy kettő jó gép. Van egy ilyen a szájnak. Munkatársam dolgozik. Igen, egy 36 tonnás, amiben ülök. Aha. Ez 36 tonnás, 170 üzemóra van benne, vadonatúj. Az nagyon jó. Jó kis gép egyébként. Ilyen minden, ezen minden... Hallod? Ezen minden van tényleg, de egy órát nem tudod rátenni a kibaszott jelző lényegyképernyőre. Hát azt neked kell beállítani, minden rajta van egyébként. Az órának nincs lehetősége, néztem már. A diszplébe állítás. Van neki, be tudsz állítani sokféle dolgot egyébként a képernyő. Majd lesz időd, akkor mássa bele egy kicsit a menübe, beállítod a magyar menüt, a language-nél, és akkor bele tudsz mászni sok mindenbe. Bazd meg. Na mindegy, hát ilyennel vagyok. Nem sokáig fogok bele dolgozni, hogy 5 tonnás valami másikra kell ráülnöm. Én itt látok valami sárga színű komatsu szerűséget, egy 5 tonnás ott a kép félreállítva. Hú, az Isten mentsen, Tille. Mi baj komatsu van? 5 tonnástól. Nincs sok a baj. Majd megtudod, én dolgoztam vele. Úgyhogy nem abba... Kevesebb a hely, mint egy 3 tonnás kubatába. Igen, na mindegy. Hú, össze kell húznod magad. Kezdje kardiózni. Mindegy, hát ebben vagyok most ebben a... Mi van az éve, gumikerekessel? Ahol elment valaki, dolgozik valaki valahol, egy fekete srác, egy 4-en gyerek jött hozzá, ott elment vele. Aha. Na, szóval. Úgyhogy... Itt van a GCB szerviz. Egy kis furgonnal, nem tudom mihez jöttek. Az meg a világ végén vagyok te. Igen. Semmit. Ülök a gépbe, azt mondta Csába, egy szik Csába, egy indiai gyerek a művezető. Igen. Turbános. Azt mondja, itt maradjak a gépbe, itt üljek benne. Addig néha kell, azt mondja, valami balasztot rakni. Vagy ez a sódert. Azt mondja, de nyugodtan legyen, nem maradja nagy tovább itten. Legyen, ez nem ez a... Szerencsére nem az a szájt, hogy berégjen a gép, tudod? Ja, persze. Mert a többségi szájt az olyan, hogy mindegy mit csinál, csak berégjen a gép. Ennyi. Na, itt úgy látszik, hogy nem ez a fő csapás irány. Úgyhogy... Na, faszom. De bazzen, mondom... Tényleg ez az új technika, ez ugye az embert megzavarja elsőre. Hát figyelj, mikor
a 100 éves hitecsőzben az ember szokva, vagy a régi gépek, tudom, azon a gépek is 4-5 éves gépek, hanem maximum 4-5 éves gépek. Egyik sem, 20 éves gépekkel dolgozunk itt. Azért. De hát új generációs. Ez az hát, új generációs. Ez már az új generációs. Kater. Ez már az új generációs kater. Egyébként nagyon jók. Nem vitatom, mert nagyon jó. Nagyon jó vele dolgozni. Hallod, egy hang, becsukod az ajtót, ablakot, egy hang nincs bent. Motor hangját nem hallod. Igen. Igen. Nem is tudom dolgozni vele, meg álom, az a, nincs az, amit nem tudsz megcsinálni vele. Aha. Be tud állítani a hidraulikának a izéjeit, hogy mennyire legyen gyors a lengőd, a kanál, a az aha. Egész gémszerkezet. Ja, és flanneri gép egyébként, hallod? És flanneri gép. Micsoda? Flanneri gép ez egyébként. Ez egy flanneri gép? Ez egy flanneri gép, igen. Hossza? Ez egy flanneri gép. Úgyhogy egy színnek a gépét toljuk mostan, te is a flannerével vagy, én is. De annak a gépét tolom. Úgyhogy... Gondolom majd megy a izés. Majd megy a flanneri gépkezelő. Volt ebben egy gépkezelő, azt kiszállította a csávó, elvitte valahova. Azt mondta, hogy majd nekem is majd később a izergel rájönöm egy 5 tonnásra. Fasza. Na, de addig úgy mostan, hogy megismerkedek legalább ebben a új technikával. Nem olyan vészes egyébként, bár legyünk az nem ilyen. Te is, az a régeti. Te is katerol vagy? Én nekem is katerol már jön. Na, jó. Baszod. Tehát mondom, az enyém az nem az új, Már nem jó benne az izé, a szivargyújtó csatlakozó, nincs áram a szivargyújtóba. Én szerintem jó, az csak bele kell nyomni rendesen, nem? Próbáltam bele már 3 dugót, egyikkel sem működik. De kell, hogy legyen még egy benne. Hát a jobbakban van még egy. Általában kettő van benne, de nem tudom, hol a másik. Nézd meg az izét, a jobb joysticknál, ott nézzél le. Ott jobb oldalad, azon a panelon, hogy van-e. Nem látok semmit. Elméletileg kettőnek kell lenni benne. Jó van, bánja a faszom. Bánja a faszom, úgyse sokáig lesz benne. Kurva, ennek a bakacsa. Ja. Kellemes egyébként. Most megjelenik valami sárga lámpa, és ilyenkor letiltja a munkát, bazd meg. Auto warm up. Írja, hogy auto warm up. Ez mikor van? Most. Auto... Amikor indítod? Ma nem, most. Egy idő alapjáton jár egy darabig, és utána egy sárga lápa kigyullad rajta, és kiírja, hogy auto warm up running. Aha. Ez az idő egyébként, azt ki lehet venni benne, benne van ez a tartó. Én nem tudom, ilyenkor leállítom, újraindítom, és akkor utána ez eltűnik belőle, de utána 10 percre megint előjön. Kurva anyád. Nem ugye a faszagép. De mindig ilyen szarságok. Tűnjél már, hogy dolgozzál már bazdmeg a kurva anyádat, hát nem hiszem, hogy... Ja, egyébként ez a izé, azt ki lehet belőle venni, az a start-stop rendszer. És hogy lehet vele kivenni? Hagyjad már. Most megint nem akar dolgozni a kurva anyád. Most megint nem dolgozik.
hajtsd fel a izét, ezt a biztonsági lövőt. Meg az övet kapcsolt be, mert ennek nem tudsz menetelni. Nem van kapcsolva az övés, meg az izé is. Na most, kikapcsoltam ezt a szart benne. Rohadjon meg. Most például dolgozom. Ezettől kapok ütőt és az ilyenekben érted? Dolgozol vele, és egyszer csak bazd meg kiírja, hogy ne dolgozzam már bazd meg. Minek neked dolgozni? No, de akkor nem érje ki, hogyha dolgozol vele, csak akkor, hogyha megállt. Lehet, nem tudom. Nem tudom. Ez, öreg vagyok én, mert ezek az izék, az öreg vagyok már én már ehhez. Igen, fejlődik el a korral. Igen, igaz. Igaz. Aki nem fejlődik a korral, annak nem lesz munkája. Az lemarad. Az lemarad, így van. De jó most, hogy beültem el, hogy legközelebb beülök, akkor már tudom mi a pálya, érted? Egy ilyenben. Most annyi... Jó, hogy kapsz egy útot, azt már nem kell bedugni sehova. Eltekered a fekete gombot, aminek sárga ott a közepe. Eltekered, rádad a gyújtást, akkor csak megnyomod egyszer hosszan a gombot. De én nem tudtam én el semmilyen kulcsot egyébként. Ha leállítod, Nem kell, hogy legyen benne a kulcs. Nem. Ha leállítod, van egy ilyen neki, hogy security, yes or no. Ha no, akkor nem kér semmit. Ha yes, akkor gondolom kérni a kulcsot. Lehet. Ha leállítod, akkor van egy ilyen, hogy security, yes or no. Ja. Mi az a kulcsot, hova kell tenni egyébként? A sehova, immobilizer kulcs. A zsebedben van. Hát vagy a gépbe el van téve oda a kulcs, ez kész, immobilizeres. Ja, vagy pedig kód. Nem láttam itt a kulcsot. Nem láttam itt sehol. Akkor meg nincsen kulcs, csak ide van kód. Ne, csak kódot se látom, mert nem hiszem, hogy van kód. Nem tudom. Ne, bánja a faszom. Nem, kulcsot nem találok. Egy ilyen dizájnos szemüveg. Két ilyen tároló rekesz van jobbról balról. Üres. Jó tágas a fülkéje amúgy. Eléggé tágas, igen. Igen. Menetelni meg kétsebességes nyúl meg teknős. Megy egyébként, megy. Tényleg az övet be kell kapcsolni különben, mert visít, mint állat. Most van egy ilyen zöld lámpa tetején. Akkor nem villog. Mert látják, akkor... Ja, hát a zöld lámpa az mindenki a tetején van, persze. Az mindenki tetején van, mert a döbbenek tetején is. A kataja úgy van megcsinálva, ha meleg közben kikapcsolod az övet, megáll. Aha. Nem tudsz belemenni, hogyha nem kapcsolod be az övet. Bekapcsoljuk. Én nekem átér az öv, nekem nem érdekes, hogy be van kapcsolva, nincs, mert nem egy nagy trubája egyébként, engem átér. Néha gépből kiszállok kétszer-háromszor húgyatani egyet, akkor már kikapcsolom, érted? Nagy dolog. Hát ja. Úgyhogy én nem zavar az hogy be van kapcsolva, mert miért zavarnak? Hát ja, ja. Barátságos itt belül egyébként. Az ülés súlyra. Kompresszorral súlyra állítható, kellemes húgózású. Na most megint bekapcsolt ez a rohadék.
És ilyenkor valami felzúg benne, valamint egy ventilátor felzúgna benne. Most eltűnt. Reverse fan. Mi tomató ventilátor, vagy mi a faszom? Nem tudom. Reverse. Azt írja ki, hogy reverse fan. Mit a reverse? Fan, ventilátor, tudod, ez a propeller, vagy mi a fasz. Fan. Na lehet, hogy hátrafele sűrti a gépet, nem tudom. Én nem tudom, hogy mit csinál. 170, most már 172 óra van benne. Mutatja egy piktogdalma, hogy a felsőváz mennyire van kifordulva a láztalpok képest. Micsoda? Mennyire van kifordulva, a felsővázon mennyire fordulsz ki a láztalpok képest. Tehát azt is mutatja. Szerintem egy 2 méter. Mi? Nem. A felső váz milyen helyzetben van a láztalphoz képest? Azt is mutatja. Ja. Milyen dőlőszer? Tudom, hogy egyébként mikor ide valami egyenes tett. Igen, milyen dőlőszögűben áll a gép, mindent mutat. Ja. Még azt sem van benne szintető is. Van valami ilyesmi. Van. Na. Szóval ez van. Hány óra van? Még nincsen reggel idő. Még nincsen, de nem már itt nem tudom megmenteni a kajámat. Az a helyzet. GCB szerviz valamint tréningezik. Szerintem a dömperen, igen. A dömperen tréningezik a GCB szerviz. A gumitöltés hitecsen kindorlódik az úton. Jó van. Hogy a birodalmi Európa gondolata elhasson Olaszországot. Ezt nyilván tényleg nem fogják a németek elengedni, a globalisták, de a kontinens harmadik legnagyobb gazdasága nélkül ez az irányítás. Mert ez nincs a tanulság csapda, amivel vissza tudják melóni, csalódni a nemzetállamot. Mert ugye nem árt, hogyha van egységes külpolitikája. És ugye ebből a németek felfogták azt, hogy egységes, de az, hogy külpolitika azt nem. Tehát nem az a baj, hogy nem egységes, hanem az, hogy nincs külpolitikája, mert gyakorlatilag Washingtonból küldenek valami briefet, és akkor azt felolvassák Brüsszelben. Tehát ez nem külpolitika, ez parancs teljesítés. Hát igen, és az olaszok meg arra a kérdésre, hogy akarnak-e alatt van, hogy lenni egy olyan Brüsszelnek, ami Washington alatt van olyan, ők egyértelmű nem lesz. A Holmról is látszik, akkor a Waffen kullon nyomta. Eddig a jobb oldali narratíva, amit egyébként Ambrózi ügyesen megírt a Pesti srácokra. Igen, azért jövő évre olvassátok el mellett az ügyérdezés. Én! Lukácsi Katalinzi! Az olaszokra eszembe jutottam én. Mi vagy, és nem fontos? Meghal valaki, aki gyászol a világ? Mi jut eszébe róla? Én. Hogy ő készített vele interjút?
82 évvel ezelőtt. Prima, primissima senior megérdemel. De az a kérdés, hogy vajon mi az objektivitás? Mert mind a baloldali elbeszélésben, mind a jobboldali elbeszélésben azért vannak finomítások. A valós történet ott nem stimmel, hogy ilyen stabil és egységes kormány, amely nem volt a modell, ami most nincs. Meloni, Salvini és Berlusconi összekötötték a politikai jót. És nem fognak egy-egy közvéleménykutatás nyomán hirtelen kormányt dönteni, hogy hát a legközelebbi leosztásnál vagy fordulóbb tárcákat kapjuk a kormányban. És a Salvini igencsak jól megtanulta, hogy ott 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 a koalíciót. A 30%-ról 10 akár is. Berlusconi-t felfogtunk belőle többet. És Meloni népszerűsége pedig erősebb, mint a pártjáig. Abban az egy oda van az életnek, ennél nagyobb zöldet is megérdemel. Vajon mondta egy szövetségben, hogy a baloldal rohanhoz csinált Olaszországot. De és a jobb oldali narratíva az meg azért szorul finomításra, mert a küzdelemnek látható még csak az elején. Oké, 19 millióban van egy választás. Csak még. Aztán a Szlovákiában bukni látszik a szivárványkormány, és Csehországban szintén zajlanak az események. Csak közben északi fronton hatalmas területi nyereséget értünk el, mert egy váratlan roham. Kérem szépen, végre találtam egy működő dugvillát ebbe, és dugaljat ebbe a gépbe. Hát nem is nagyon melegedett fel, de valamennyire igen. Mai reggelim sült hús vizsgál. Kolbász is van benne. Még meleg is valamennyire.
Izánnál ettem már jobbot is. Az a helyzet. Anyagért jön. Nagyon barátom.
Hello? This is affairs. And is Flannery machine. Flannery. This machine here. Take? It's affairs. We're ready to pick it up. Finish? Finished. Okay. We need to clean the tracks, yeah? We need to clean out the tracks, dig out the tracks. So, first day, what? It doesn't matter if it's your first day or last day. We need to clean the tracks of the machine, yeah? You need to get a shovel and get that digging. You want to have a shovel? Shall we get? Okay. You need to get a shovel and get digging, yeah? Okay.
bal. Another shovel? Huh? Another shovel, no? No. Ah, oh, fuck. Somebody out of that and give a swing. Yeah, absolutely. Okay. Okay, yes. Thank you.
Yeah? No, no, go this way, go that way. No. That's it. Okay. Isolate. Janusz. Isolate. Here. Yeah. Switch it off. Switch the engine. No, no, switch the engine off. Engine off? Off, yeah. Turn it, yeah? Yeah. Moment. Thank you.
floor, mate. One floor. And now just give me a clean look. Yeah. Staterpillában ülök, a 36 tonnás összes ugródott. Jön oda az előbb egy ilyen tényleges akkor csávó, mint én. Azt mondja, viszi el a Staterpillát, takarítson a láztapat. Hát mondom, öreg, én ugye 3 órája ülök benne, de mondom, adj egy lapátot. Azt mondja, őnek az nincsen. Hát mondom, én nekem pláne nincsen, van egyébként szerszámom, de az autó kurva messze van, egy kilométerre. Én oda el nem megyek azért, meg amúgy sem 3 órája ültem benne. Hát nem, majd még én fogom kitaríteni. Hát nem csináltam semmit. Jó van, öreg barátom, akkor jó legyen meg. A telefonát ide-oda volt, aztán küldtek egy embert, letarított a láztapat. El is vitték a protet. Kihoztak ide, ez baromi messze van onnét. Kurva messze van, és ez egy ilyen... Hát elég jól kinézetű, nem is olyan öreg lehet ez. Paterpillár, 5 tonnás. Ilyen a műszerfala. Hasonló, mint az előző. Valami rákókányolt izé van rajta. Nem lehet máshol tenni, mert az ablakot nem lehet lecsukni akkor, hogyha máshol teszed. Tehát ha ide fölteszed, akkor ablaknak a lecsukásakor útban van. Ezért ide kókányolták. Így. Hát gyönyörűen néz ki, mit mondjak. Ennyi. Nem tudom, mi lesz itt a munka. Van hozzá 3 kis tanál. Tolólet. Fogalmam sincs, hogy mi lesz itt a munka. Meglátjuk. Na kérdően szépen, hát akkor megkezdjük a munkát. Nem lesz egyszerű történet, mert nagyon szar, kevés hely van. Nagyon kevés hely van. Nem egyszerű történet.
felújított áteresek vannak ott, ott is van egy áteres. Az utat akarnák arra hátrafelé vinni, vagy később úgy néz ki. De egy utat akarnák arra vinni. Itt egy vasút megy fölül. Ez egy csodálatosan szépen rakott felüljáró, vasút és felüljáró van itt. Nagyon szépen maradva. Téglából. Gyönyörű. Kicsi kis gép ez. Hát ilyen. Ennyi. Mi van? Mi a bánat mostan? Jó barát. Most mi a bánat? A körömnek újabb lemeze, ez éles, mint állat. Remélem, hogy a kemény talajt is fogja bírni. Nézzük!
Caterpillar milyen szép kis 4-hengeres motorja van. Egy kis tartóm is elfogadható lenne. De még milyen jó motor lenne kis tartóban. Fasza. Fasza kis motor. Neki. Azt mondja, hogy hát sok mindent nem látni rajta. Made in USA. Made in USA. Már kiszedtem belőle. Nem lesz egy egyszerű meló egyébként. Sőt, ez egy nagyon-nagyon húzós meló lesz. Bizony. Azt mondom, hogy ha van egy új áteresz, akkor ez minek? Ezt nem értem. Na jó. Ott van az új áteresz. Szép kis vasúti felüljáró. Nagyon szép.